Sziasztok! Ez a videó a folytatása az előzőleg kiment, az első világháború végét 2 percben bemutató videónak. Ha azt még nem láttad, akkor ide a jobb felső sarokba kattintva tudod azt pótolni, és akkor ezt a vonalat követve akkor nézzük ezt a videót. Ebben 2 első világháborús erődöt szeretnék megmutatni nektek az úgynevezett Isonzó fronton Szlovéniában. Egy erőd párosról van szó, aminek az alsó tagja a Kluzs nevű. Itt már az 1500-as években is állt valamiféle hevenyészet fából összetákolt erődítmény, hogy a törököt távol tartsa. 1613-ban egy földrengés után viszont már kőből építették újjá, még a nagy hadvezér Bonaparte Napóleon is megostromolta a helyet 1997-ben, és szó szerint porigrombolta. Jelenlegi formáját az 1881-es osztrákok általi renoválásakor nyerte el. Napjainkban teljesen felújítva múzeumként üzemel, belépő ellenében látogatható, de csak szezonban. Még egy érdekességet megmutatnék vele kapcsolatban, ez pedig az erőtől alig 50 méterre lévő ciszterna, ahonnan annak idején az itt tartózkodó emberek a vizet vételezték. Ha engem kérdeztek, a Kluzsban lévő kiállítás teljesen felejthető, és mint látjátok, eleve zárva is volt a hely. Ezért ezt most nem tudom megmutatni nektek. Tehát a Kluzs erőd az nem különösebben érdekes számunkra, viszont akkor most menjünk és nézzük meg a Fort Hermant, ami ennek a kősziklafalnak a tetején található, viszont érdekesség, hogy a két erődből nem látni a másikat, tehát ebből nem látni fel, abból meg nem látni le, és ha fordul a kamera, akkor ott látszik, hogy vannak az eredeti lépcsőfokok, amin annak idején dédapáink másztak fel oda. Én ezt az eredeti útvonalat hát inkább kihagynám, mert van egy normális ösvény, próbálkozzunk meg inkább azzal. Egyébként azt be kell valljam töredelmesen, hogy én voltam már egyszer olyan hülye, hogy elindultam azon a lépcsősoron, nyilván kletterslájc utccal biztosítva, de azok a vaslépcsők teljesen ki vannak lazulva, valamelyiket szabályosan így kiszakad a falból, tehát azt így nem reckíroznám meg. Itt talán nem töröm össze magam, úgyhogy akkor menjünk. Rögtön a túra elején egy eredetileg a katonák által kivált alagúton kell áthaladni, ami egyébként ki van világítva, szóval no para, ebből vannak jobbra kisebb leágazások, ahol lőállásokhoz jutunk és látszik az országút. Nos, ezután az alagút után itt már tényleg csak sétálni kell, és úgy jutunk el egy laza, hát 35-40 perces sétával a Hermanhoz, de akkor folytassuk is az utat. És itt most álljunk meg egy pillanatra, mindjárt elérjük a felső erődöt, de itt mutatom azt a helyet, ahova a lent látott lépcsősor felhozna. Végül egy tisztáson a hegyoldalban elénk tárul a teljesen lepusztult Fort Herman. A Kluzstól 110 méterre van fentebb, és hát ez láthatóan soha nem élvezett semmilyen felújítást vagy állagmegóvást. A tető és a legsebezhetőbb falak a 2 méteres vastagságot is elérik és betonból készültek, a többi kőből lett megépítve. Jelenleg a szintek teljesen össze vannak szakadva, eddig egy olyan tábla volt itt, hogy csak saját felelősségre látogatható, ezt ma már felváltotta egy belépni tilos. Annak idején 13 tiszt és 227 katona teljesített itt szolgálatot. 4 darab 120 mm-es páncélozott 6700 méter hatósugarú üteg és 2 darab 105 mm-es howitzer ágyú volt a fegyverzet. A Hermann erőd eredetileg a Kluzs védelmére épült, bár nem igazán értem a koncepciót, mert mint mondtam, egyik erődből sem látni a másikat. Nyilván nem vagyok egy hadtechnikus, de nekem azért ez így akkor is furcsa.
1915-ben rögtön a háború első hónapjaiban az olasz tüzérség 3840 gránátot lőtt ki az erődre, de csak 200 találta el. Az okozott sérülések a mai napig jól láthatóak, illetve az erőd környékén minden tele van kisebb-nagyobb gödrökkel, ahová a céltévesztett gránátok becsapódtak. 1916 májusára az építmény olyan síralmas állapotba került, hogy az osztrákok végül elhagyták. A megmaradt romok azóta is állnak és mesélnek a nem túl dicső múltról. A mai napig lehet itt repeszeket meg egyéb hasonló dolgokat találni, szóval aki éli az ilyet, annak kiváló gyűjtőhely ez. Most, hogy így bejártuk a szinteket, meg nagyjából bemutattam az erődöt, illetve elmeséltem a történetét, még csináljuk azt meg, hogy én lesétálok itt ezen a vaslépcsőn, az alsó kazamata részbe. Nézzük akkor! Tehát íme ez a folyosó végi ablak, ahol itt az előbb kikászálódtam, vagy tüzelőállás, vagy akármi. És mindjárt csak lenehessek itt. Azt mondja, egy kicsit még errébb jövök, és tessék a kilátás. Ez ott egyébként a Bovec völgyet láthatjuk, magát a falut azt nem, az valahol, hogyha a jobbra ott bekanyarodnánk, akkor ott van Bovec, de az innen most nem látszik. És még forduljon egy kicsit a kamera a másik irányba is. Remélem jól mutatom, ott azok a hegyek, vagyis hát az a legmagasabb csúcs, az a Bavskir Girintavec, az egy 2300 pluszos csúcs. Itt pedig a Svinjak, ami a Disznóol hegy, szó szerinti fordításban ezt jelentő Svinjak. És mondom még egyszer a kilátás, hát itt gyakorlatilag bármilyen csapatmozgást vagy ellenséges egységeket simán észre lehetett venni. Mondhatnám úgy is, hogy mindent is lehetett látni. Minden bizonyan maga a pokol lehetett itt katonai szolgálatot teljesíteni, mert gondoljatok már bele, hogy nyáron a tűző napon a 30 fokba, illetve télen a fagyba, meg a 2-3 méteres hóban is itt kellett lenni, tehát ez nem ilyen szabadon választott akármi volt, hanem ide kötelezően kiküldtek, és akkor itt mit tudom én hány hónapot kellett teljesítened. És egyébként nekem annyi kötődésem van ehhez az egész első világháborúhoz, meg főleg ehhez az Isonzó fronthoz, ami ugye itt ez a környék, hogy az én anyai dédapám is itt harcolt annak idején, mondjuk ő azon kevés szerencsések közé tartozik, aki ezt az egészet túlélte, és majd aztán innen gyalog hazasétált Hajdúszoboszlóra. A családi legendárium szerint ez az utazás nagyjából 2 hónapig tartott neki, és akkor ezt a videót így ajánlanám neki, meg az összes első világháborús áldozatnak itt az Isonzó fronton, és ezzel megköszönném a ti figyelmeteket. Remélem, hogy tetszett ez a videó meg a téma, ha igen, akkor jöhet a szokásos like, illetve feliratkozás és egyebek. Találkozunk a legközelebbi videóban, addig is, sziasztok! És ha már az áldozatokról volt szó, egy múltkori videómban mutattam a Loppont Bangarton melletti temetőt, ahol név szerinti sírok vannak, most mutatnék egy másikat alig pár kilométerre az erődöktől, Ravelnik nevezetű helyen.
Itt jelöletlen sírok vannak, de csak a temető egyik negyedében, a többi rész gyakorlatilag tömeg sír mindenféle jelzés nélkül. A nyilvántartás szerint összesen 600 osztrák-magyar katona alussza itt örök álmát. A temetőt rendszeresen látogatják, magyarok is, erről árulkodnak a sírkövekre és fákra kötött nemzeti színű szalagok. Akit egyébként bővebben érdekel ez az isonzófront dolog, nekik ajánlom a YouTube-on is megtalálható Magyarok és az első világháború sorozat Én is jártam Isonzónál epizódjait. Egészen megdöbbentő, ahogy 70-80 éves meglett emberek sírva mesélnek az ott átéltekről. Ne legyenek meg! Illetve aki a komplett első világháború történetét nézné meg eredeti régi, de digitálisan felújított videókkal bemutatva, az az 5 részes Apokalipszis az első világháború sorozatot nézze meg. Nagyon igényes, jól összeállított anyag, ami egy olyan háborút mutat be, aminek csak az első évében 2 millió férfit öltek meg, amputálták le végtagjaikat, gázosították el, vagy egy életre megnyomorították őket.